advent van, karácsony közeleg, lassan fogy el a fény, nődögél a hideg. Megőszül az ég is szürke esztétjéből, de égi fény közelít az égi békéből. Az ünnepre hangoló meghitt gondolatokat osztott meg a résztvevőkkel Fejfer Jánosné, a Kaposztekcsői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A civil szervezet, a Faluszépítő Egyesület és az önkormányzat közösen rendezték meg az adventi kirakodó vásárt a településen. Az adventi vásárt már nagyon hosszú ideje rendezi a Nemzetiségi Önkormányzat. Mindig advent első, második vasárnapján szoktuk rendezni, és az utóbbi két évben a Mikulással egybe kötött volt, mert az emberek nagyon nehezen mozdultak ki két szombaton, amikor a téli munkák, disznóvágás idején, borfejtések idején, két hétvégét nehezen mozdultak, és így a gyerekekkel sokkal több ember vett részt a rendezvényen, és hangulata volt mindig az adventi vásárnak. Tavaly ugye ezt nem tudtuk megrendezni, ezt a rendezvényt, holott hagyomány sok évre tekint vissza, több mint 10 évre, és gyakorlatilag örülünk, hogy idén szűkebb körben, mint eddig szoktuk, de azért meg tudtuk rendezni. Három szervezője van ennek a rendezvénynek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat a főszervező, aztán a Faluszépítő Egyesület, és az önkormányzat gyakorlatilag besegít az egésznek a szervezésébe. Nagyon jó az együttműködés ezek között, a szervezetek között, és így látható is, hogy sok kis kézműves kijött, ők főként helyi kézművesek. Volt, amikor többen voltak, volt, amikor kevesebben, most azt mondom, hogy egy ilyen közepes létszámú kis kiállítás, illetve vásár van itt a téren. A gyerekeknek csokit és cukrot osztogattak, a levegőben pedig finom illatok terjengtek. Az advent szó eljövetelt jelent, és a találkozások örömét, a beszélgetések örömét, és úgy gondoltuk, hogy az adventi vásár ennek nagyon jó színhelye lehet, egy kis forradbor mellett, kalács, pogácsa mellett. Ez a rendezvényünk mindig jól sikerült, akár szép üdő volt, sütött a nap, vagy akár havazott, mindig megvolt a megfelelő hangulata, és ezt a hagyományt szeretni a Német Nemzetiségi Önkormányzat tovább megtartani, és a falu életét ezzel meghitté, szépé, színessé tenni. A hangos énekszóért cserébe meglepetés is érkezett a gyerekekhez. A nagy szakálú piros ruhás személyében, aki ez alkalommal nem a szánból, hanem a buszból szállt ki. Mosolygos, boldog gyermekarcok várták már. Egy rövid, együtt töltött idő után azonban tovább kellett mennie. Nagyon-nagyon örültem a rengeteg gyereknek, ahogy megálltunk. Hát sajnos a szarvasok azok csődöt mondtak, autóval kellett jönni, de modernizáljuk magunkat, és a gyerekek éneke nagyon tetszett, de az időm ugye nem túl hosszú, és kell mennem tovább, hogy a többi gyerek is kapja a zsákból a sok finom édességet, szaloncukrot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Hát a településnél az adventi korszakban ez az első, hogy együtt vagyunk, illetve a második alkalom, a vírus miatt harmadik lenne. Általában mi külön szoktuk a Mikulást hívni, a lovas Mikulást, és szánkon vagy kocsin érkezik, és megvendégeik a gyerekeket teával, különböző édességekkel, pufival, mindennel. Zsíros kenyérrel, lilahagymás zsíros kenyérrel, ez nagyon sztár volt a dolog, de hát ezt most sajnos nem lehet. Ezt nem lehet, és mivel ők most nem tudnak jönni, ezért csatlakoztunk a többi civil szervezethez, hogy így jobban megtaláljuk a megfelelő embereket, és így rendeztük meg azt, hogy a Mikulás ismét jött. A táskájában a szokásos, amit eddig is szokott hozni a gyerekek részére, és most viszont előre csomagolt ajándékot tudunk adni, nem kézzel megfoghatott, ami ez nehogy probléma legyen. A Faluszépítő Egyesület, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a település vezetés a jövőben is szeretné megőrizni és tovább ápolni az adventi vásár, valamint a karácsonyi készülődés hagyományát,
amely a falu apraja nagyját évről évre összehozza.